Mik a fő típusok akkor? Glutén, laktóz, cukor és vegán. Az előző adásban Ától Tiborral a gluténmentes séffel egy remek grízs smarmi készült, és tanúsíthatom, hogy tényleg remekül sikerült. A főzés után ezt a témát boncolgatjuk tovább Tiborral, és úgy gondoltuk, hogy ellátogatunk Anikóhoz is, a 9. kerület szívébe, a Rádai utcába, hogy utána nézzünk, milyen lehetőségei vannak azoknak, akik gluténmentes, laktózmentes, vagy esetleg más ételintoleranciával küzdenek. Anikó, meséljen nekünk arról, hogy milyen ételérzékenységek azok, amikhez könnyű beszerezni késztermékeket vagy alapanyagokat. A legegyszerűbb az, hogyha csak egy érzékenységhez szerzünk be. Például gluténmentes, laktózmentes, cukormentes vagy vegán. Kicsit bonyolítja a helyzetet az, amikor már valaki glutén és laktóz, mert akkor nem minden kapható. Vagy bonyolítja a helyzetet, mikor valaki laktóz és cukor, vagy glutén, laktóz és vegán. Látom, hogy rengeteg nagyon durva szénhidrátnak tűnő dolog van itt a polcon. Anikó, ezekről mit lehet tudni? Ezek egészséges szénhidrátok, amik itt a polcon vannak? Igen, egészségesek. Például nekünk van egyetlen egyfajta pékségtől származó termékpalettánk, ahol van kenyér, péksütemény, hamburger, buci. Rá is tettük, ugye, hogy növény eredetű termékek, amit mindenki fogyaszthat. És a kenyér szintén ugyanígy van, vegán, bio, tehát ez teljesen mindenki fogyaszthatja. És miből készülnek ezek a mindenmentes dolgok? Köles. 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 Nagyon különlegesen hangzik. Nem fog rögtön felpuffadni tőle. Titkon szerintem Attila ezt a kérdést várhatta, ahogy beléptünk ebbe a kis üzletbe. Ami engem meglepett, az az, hogy rengeteg alkohol is van már, ami például gluténmentes, cukormentes, vagy akár alkoholmentes. Ezekről tud nekem mesélni egy kicsit, Anikó? Attól, mert így él bárki, erre van kényszerítve az élete során, attól még ő is fogyaszthat italt, viszont ugye a legtöbb italban ugye cukor van, az élesztő ugye nem jó nekünk, gluténosoknak. Mi a legkülönlegesebb? Jelenleg ugye, ami most teljesen új, ez a vegán likörünk, csili, csokoládé és cseresznyelikör, teljesen de vegán. Jól hangzik. És cukor és gluténmentes vodka. Anikó, egy gluténmentes alapanyagból készült sütemény mennyivel drágább, mint egy gluténos? Ha azt nézzük, hogy mondjuk már ilyen 1000 forinttól lehet venni egy kenyeret, akkor ami ugye egy gluténmentes, laktózmentes, vegán, tojásmentes, akkor azt mondom, hogy ez egy elfogadható ár. Osztja ezt a véleményt a gluténmentes séf is, de kiemeli, hogy nagyon fontos a helyes technológia, hogy aztán az elkészült ételt ne kelljen a kukába dobni. Teli vannak a receptes oldalak, és katasztrófák születnek belőle. És ha kukutyimba valaki főz egy valamilyen borzalmas recept alapján valami rettenetet, azt vagy megeszi, vagy éhes marad, mert nem tud kaját rendelni, nincs gluténmentes. És ha ezt így belevesszük, akkor ez borzasztó nagy felelősség. Pláne, hogy ezek az alapanyagok azért jóval drágább. Ki lehet ezt hozni, nem? Nem kell itt százezrekbe gondolkodni, 100 000 forint a drágább havi étkezés, hogyha 2-3 ember gluténmentesen étkezik, mert a nagy része rizslisztel, vagy most, ahogy mutattam, ciroklisztel, ami mit tudom én, duplája, mint a buzaliszt, kiváltható. A kertésztákon kívül szinte semmihez nem kell 2-3 000 forintos lisztkeverék. Uh-huh. A piskótától a linzerig, a habarástól a rántásig mindent el lehet készíteni rizslisztből, ami még mindig 1000 forint alatt van. Uh-huh. És ha azt mondom, hogy sütőmérő kell a sütőbe, akkor be kell tenni. Ha azt mondom, hogy 170 fokos a zsíradék, amiben beletesszük a lángost, akkor meg kell mérni, van hozzá hőmérő, beleteszem, és nem fog megégni, uh-huh. És föl fog jönni. Csak nagyon sok esetben, mit tudom, most mondtam a lángost, teljesen más technikával kell elkészíteni a lángost buzalisztből, mint a gluténmentes lisztkeverékből. A végeredmény ugyanolyan vagy jobb, csak az elkészítése módja teljesen más. A keresztelnyeződésre nagyon oda kell figyelni. Azok a cégek, akik éppen gyártanak úgy, hogy sima terméket is, meg gluténmentest is, akkor a gluténmentes, vagy a keresztelnyeződéssel érintkezik, akár egy mogyoró, az csinálhat problémát.
ha buzaliszt van a konyhában, ott az kizárt, hogy ott gluténmentesen jól el tudjanak készíteni bármit. És aki fokozottan érzékeny, az rögtön reagál is rá, tehát ott ezt nem lehet, azt nem lehet gluténmentesnek mondani. Egy fehér lisztet élesztővel meg kell eszteni, és utána megsütni. Kevesebb a hiba lehetőség, mint mondjuk egy rizslisztből megcsinálni ugyanezt, vagy rosszul gondolom? A sütés az egy nehezebb dolog a mi életünkben, mert nincs megfelelő tájékoztatás ahhoz, hogy melyik terméket, alapanyagot milyen formában tudjuk felhasználni. Hiába van összekészítve egy gluténlaktózmentes csomag, egy brownie, egy bármi, egy dobozba, de nincs hozzá megfelelő elkészítési javaslat leírva, ami tényleg azt a változatot fogja nekem adni, amire én számítok, vagy ami a fotón van. Ez tényleg így van, de én azt hiszem, hogy mi, akik így élünk, mi életünk az egy örökös próbálkozás. Ez ugyanolyan nem tudás volt nálam is, én tudtam az alapokat, de hogy hogyan működnek ezek a gluténmentes lisztkeverékek, meg hogy mit lehet lisztkeverékből, mit lehet csak sima lisztből, minek kell a keményítő tartalma, minek kell más valamit anyagtartalma, amitől összeállnak a dolgok, ez nem volt tisztázva. És hogy jött az ön életében ez a gluténmentes dolog? 6 éves korában diagnosztizálták a fiamat, ez 24 évvel ezelőtt volt, hogy ő gluténérzékeny, és akkor leszűrték a családot, mert ez örökletes lehet, és akkor a feleségemről is kiderült, hogy az. Na és akkor ott jött egy nagy dilemma, hogy na most akkor mi lesz? Akkor úgy döntöttem, hogy akkor az egész család átáll a gluténmentes étkezésre. Mert az nem lehet, hogy gyereket, meg az feleség, valami kis külön asztalhoz ültessük, és akkor elkülönítjük, és akkor ő a gluténmentes kell. Nem, akkor ugyanazt teszi mindenki, viszont akkor a gluténmentes nem lehet semmivel sem rosszabb, mint a gluténos verziója, mert ezt teszem én is. És addig dolgoztam rajta, míg ugyanolyan jó vagy jobb nem lett, most azért valamit bizonyítottam is belőle itt főzőske során, mint a gluténos verzió. És innentől kezdve nálunk buzaliszt ilyen, hogy 20 éve, 25 éve nincs is a konyhán. Nagyon jó! Tehát akkor ez egy teljesen más mechanizmus, ahogy ezek az anyagok működnek, és ahogy ezek az anyagok... Hát nagyban eltérnek a hagyományos buzalisztestől, mert azt szoktam mondani a sütésnél, főzésnél, hogy a buzaliszt az egy ilyen 20-30%-át kompenzálja a hibáknak. A gluténmentes lisztkeveréket meg a rizsliszt ezt nem tudja. Ez rögtön büntet, de nagyon szigorúan mehetetlen lesz. Konkrétan egy kicsit mellényülünk, és már rossz. Akkor azt mondja Tibor, hogy el lehet érni ugyanazt az állagot, ugyanazt a, vagy hasonló ízt, legalábbis ugyanolyan minőségű ízt el lehet érni gluténmentesen is, mint gluténos alapanyagokból. Így van. Nagyon nagy felkészültség és tudás szükséges hozzá, az alapanyagok ismerete, de igen. Ától Tibort ismered esetleg, Anikó? Nem? Nem ismerem. Remek szakmai tudással tanítja meg az embereknek ezeket az alapanyagokat használni és feldolgozni úgy, hogy abból tényleg olyan étel szülessen, ami finom és ízlik mindenkinek, nem csak a gluténérzékenyeknek, hanem a hétköznapi embereknek is. Ezt örömmel hallom egyébként. Gondolom, hogyha valaki ennyire foglalkozik vele, és rá van kényszerítve, és van egy szakmai tudása. Van egy szakmai tudása, vagy az élettapasztalata hozza ezt neki, akkor azt mondom, hogy ez össze fog állni idővel a fejbe, amit le is tud írni. Igen, úgyhogy javaslom neked Tibor oldalát, mert rengeteg fantasztikus recept van. Jó, megnézem. Az ő oldalán. Tibor, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, rengeteget tanultunk, és tényleg elképesztő technikák és szuper receptek vannak ebben a könyvben, úgyhogy én el fogom készíteni a nagy részét. Köszönöm szépen, hogy eljött, és remélem még találkozunk. Nagyon szívesen. Séf napot kívánok minden kedves nézőn. Nagyon köszönöm, viszont kívánom. Jó, ez most béna voltam, igen. Nem számítottam, hogy megszólalom. Igen, de mert ezen a séfnapot, ez az egyik. Igen.